Szeretettel köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és folytatjuk a támogató videósorozatunkat, melynek címe Hogyan készítsünk projektet. Ez egy 10 plusz 1 darabból álló videósorozat, amelynek az első 4 előadása már elérhető a honlapunkon, illetve a YouTube csatornánkon. Ezeknek a témája az alapkérdés, a multidisziplináris szemlélet, a csoportmunka és a projektproduktum volt. A mostani előadásunkban a kutatási szakaszt fogjuk megvizsgálni, ezeknek a lehetőségeit és a digitális eszközökkel való támogatását. Egy probléma, amely tulajdonképpen ezt az előadást indítja, a PISA felméréshez, 2018-as felméréséhez kapcsolódik, melynek nyomán kiderült, hogy 10-ből 1 vagy annál kevesebb tanuló képes különbséget tenni tény és vélemény között, amely tulajdonképpen a mai adatalapú társadalmunkban, illetve a digitális világunkban egy nagyon komoly probléma, és számos olyan szövegértési, szövegalkotási készséggel összekapcsolódik, amely a diákjainknak a felnőtt korára, munkavállalására erőteljesen kihat. De nézzük most konkrétan azt, hogy ezt a igen szomorú eredményt, ezt tulajdonképpen a tanulási folyamatban, egy projektnek a kutatási szakaszában hogyan tudjuk támogatni. Először azt szeretném végig megmutatni, hogy milyen lépései vannak egy kutatási szakasznak, milyen lépésekre bontható. Tulajdonképpen az első a feladatkiadás, tehát amikor egy projekt témát felvetünk, amely egy problémát tartalmaz, erről részletesebben az Alapkérdés című videóban beszélünk. Követi a forrás használat, aztán az elemzés, és végül az értelmezésre vonatkozó ajánlásaink. A feladatkiadással kapcsolatban nagyon fontos az, hogy amikor kiindulunk egy probléma feldolgozásából, probléma megoldását szeretnénk végigvinni a tanulóinkkal, akkor nézzük meg azt, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amire kíváncsiak vagyunk, és mi az, amit tudni szeretnénk, és amit megtanultunk. Ebben a TKM táblázat nagy segítségünkre lehet, tehát tulajdonképpen, amikor elindítunk egy kutatási szakaszt, mindenképpen rá kell építenünk a tanulóink hozott ismereteire. Ezt akár egy diagnosztikus méréssel szondázhatjuk is a tanulási folyamat kezdetekor, és ennek fényében tudunk majd aztán a forrás használatra vonatkozóan akár ajánlásokat tenni diákjainknak. Erről részletesebben majd a differenciálás videóban fogunk beszélni. Nagyon fontos, hogy egyértelmű és világos instrukciókat adjunk, és ne legyenek túl nagy kutatási területek, tehát ne legyenek túl általánosak, így a csoportmunkáknak a jelentőségét is növelhetjük, hiszen ha egy témakörnek több részterületét szeretnénk feldolgozni, akkor ezeket érdemes külön csoportokra osztani, és ahogy említettem már, a projekt alapkérdésének videójában egy probléma felvetésből induljunk ki. A forrás használat során nagyon fontos kérdés az, hogy hol kereshetnek a diákok, tehát itt egy ajánlott forrásgyűjteményt is közreadhatunk, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a diákjainkat nem szeretnénk az interneten, illetve az egyéb források használatánál szabadon engedni. Amennyiben jelen pillanatban a digitális munkarendre való átállás miatt elsősorban az online elérhető forrásokra kell építenünk, illetve az otthoni lehetőségekhez. Ez viszont nagyon eltérő a diákjaink esetében. Előfordulhat, hogy kevésbé felkészült a háztartás szakkönyvekből, de amint vissza tud állni az oktatásunk a normál menetrendre, vagy lehetőséget tudunk arra adni, hogy a könyvtár pedagógusokkal, amennyiben van iskolai könyvtár, együttműködjünk, akkor itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy az együttműködés kiterjedjen a könyvtár pedagógusokra is, és a diákok gyakorolják az ottani forrás használatot, amelyben egyébként a könyvtárpedagógus kollégák nagyon szoros támogatást tudnak nyújtani. Ehhez egyébként az OPKM honlapján, illetve a Könyvtáros Tanárok Egyesületének oldalán nagyon sok hasznos információt találnak, illetve nekik is van egy YouTube csatornájuk, ahol már elérhetők támogató webináriumok. De nézzük akkor, hogy milyen fontos szempontok vannak még, amikor egy kutatási szakaszba lépünk, és a diákjainkat egy önálló
információ szerzési, feldolgozási folyamat elé állítjuk. Nagyon fontos az, hogy pontosan tudják azt a diákok, hogy milyen biztonsági szabályoknak, jogtisztasággal kapcsolatos szempontoknak kell megfelelni, illetve néhány gyakorlati információ is fontos, hogy hogyan érdemes, milyen kulcsszavakkal keresni, akár az interneten, akár máshol. Ehhez akár egy ajánlást is készíthetünk, egy olyat, amit aztán rendszeresítünk egy online együttműködési platformon, és bármikor felhívhatjuk rá a figyelmet, hogyha valaki elfelejtette volna, hogy mik a biztonsági beállítások egy keresésnél például, akkor ott megtalálhatják a munka során. Nagyon fontos az is, hogy hogy támogassuk azt, hogy a diákjaink meg tudják ítélni, ez ugye visszacsatol a kezdődíján lévő problémára, hogy mik a hiteles és mik a nem hiteles források. Például erre nagyon jó módszer az előadásomban majd röviden bemutatott filtermódszer, illetve minden olyan háttéranyag, amely az álhírekkel, illetve a tudományos cikkek hitelességével kapcsolatban támogatást nyújthat. Ehhez fogok majd még segítséget adni. Az is nagyon fontos, hogy a kutatásunk az során ugye az ismereteinket, amiket szereztünk, ezeket rögzítsük, ehhez javasolt egy kutatási napló vezetése is, amelyben a pontos forrás megjelölés formai és tartalmi szempontjait érdemes tisztázni szintén a diákokkal, és akár a forrás gyűjtemény vagy a biztonsággal kapcsolatos ajánlásokkal együtt rendszeresíteni egy elérhető platformon. Nagyon fontos az is, hogy nem azért gyűjtünk információt, hogy tároljuk, és azt aztán megtanuljuk, hanem ezeket elemzés és szempontjából, tehát nem csak a rögzítés fontos, ezért ehhez is támpontokat kell adnunk, hogy hogyan érdemes ezeket gyűjtenünk, és az adatelemzésre pedig érdemes módszereket, javaslatokat tenni. Itt nagyon fontos, hogy bejön újra a Bloom céltaxonómia, hiszen ott nagyon sok hasznos ajánlást kapunk instrukciós szinten például az összehasonlításra, vagy az ütköztetésére a nézőpontoknak, akár egy vitát is rendezhetünk, mielőtt még végleges produktumot készítenek a diákok a szerzett információkból. És el is érkeztünk a legutolsó lépéshez, amikor az adatelemzések nyomán már a következtetéseket is levonták a diákok, és a munkájukat egy produktumban összesítik. Ezek lehetnek akár grafikonok, prezentációk, esszék, kísérletek. Itt már a kreativitás az, ami előtérbe kerülhet, de nagyon fontos az is, hogyha ezeket online publikussá tesszük, ezeket a kutatási szakasznak a végeredményeit, akkor újra figyelembe vegyük, illetve folyamatosan figyelembe vegyük a biztonsággal kapcsolatos, a tudatos és biztonságos internet használattal kapcsolatos szempontokat, például a jogtisztaság fogalmát. Tehát nézzük meg még egyszer, hogy milyen szempontok mentén, milyen kérdések mentén kell végig gondolnunk azt, hogy a diákjaink kutatási szakaszában zajló tevékenységét pontosan tudjuk támogatni. Egyrészt nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a diákjaink fel tudják mérni, hogy mit tudnak, és milyen információra van még szükségük ahhoz, hogy megoldják a feladatot. Képesek legyenek megítélni az információnak a minőségét, tehát hogy hiteles vagy nem. Képesek kérdéseket feltenni a problémával kapcsolatban, amelyet meg kell oldania. Ezek segítik ugye a kutatását is, hogy milyen irányba menjen el. Ismeri és tudja használni az információforrásokat, tudja, hogy nem csak egyféle megoldás létezhet. Képes megtervezni ezt a keresést, tehát nem mindegy, hogy mennyi ideje van erre a kutatási szakaszra, fel kell, érdemes abban segítséget nyújtanunk, hogy átgondolják, hogy 3 nap vagy 1 hét áll rendelkezésükre egy-egy feladat megoldásában. Képes felismerni, hogy pontatlan vagy félrevezető egy információ, képes-e különbséget tenni tény és vélemény között, ez egy nagyon fontos szempont, ismeri és elfogadja a szellemi tulajdonelvét, illetve képes-e a megfelelő formában prezentálni a kutatási eredményeit. Ezeket a kérdéseket tehát érdemes átgondolni és átbeszélni akár a diákjainkkal együtt, mielőtt egy kutatásba kezdünk velük.
Most pedig egy konkrét tananyagot szeretnék megmutatni, amely a digitális gyermekvédelmi stratégia keretében készült el, a digitális káprázatok, amely a tudatos és biztonságos internet használatot támogatja. Ez egy nagyon komplex tananyag, ennek most csak egy részét fogom megmutatni, amely a következő 3 órából áll össze. A hamis online információ megítélése és a tényellenőrzés témakörét érinti, a hamis online információ terjedését és működésével foglalkozik, illetve az áltudományos szövegek tényellenőrzését segíti elsajátítani a gyerekeknek. Most, ha megnyitjuk, akkor látható, hogy ez a digitalisgyermekvédelem.hu oldalról elérhető ez a tananyag. Egy ilyen nagyon izgalmas, képi világú útvonalon mehetünk végig, és itt látjuk is, ugyan halványan, mert éppen nem aktív a tananyag, egy leírást arról, hogy mi a célja. Itt most 9-10. Évfolyamra javasolt, de én azt gondolom, hogy néhány eleme az életkori sajátosságoknak megfelelően adaptálható a diákok számára. Itt kiemelték azokat az online digitális eszközöket és online alkalmazásokat, amelyek a tananyagban felhasználásra kerültek. És akkor csak egy példát mutatnék, hogy ha erre a mappa rendszerre rámegyünk, akkor tulajdonképpen a teljes óra anyaga elérhető, óravázlattal, segédanyagokkal, mellékletekkel. Tehát itt található a melléklet, itt pedig egy PDF formában a témakört feldolgozó óravázlat, amelyet megpróbálhatunk akár online távtanulásra is adaptálni. De visszatérve akkor a további lehetőségekre, egy konkrét módszert szeretnék megmutatni, említettem egy előző dián a filterezés módszerét, amely egy nagyon pontos és egyszerű kérdések mentén segíti a diákokat abban, hogy eldöntsék, hogy egy forrás hiteles vagy sem. F, mint forrás, I, mint időpont, L, mint logika, T, mint tényellenőrzés, E, mint emóciók, R, mint részlehajlás. De nézzük akkor meg egy konkrét online elvégezhető feladatsort, amelyet az Urban Legend oldaláról érhetünk el. Marino Iván és csapata készítette. Itt egyébként a koronavírus járvány kapcsán megjelenő álhírekre építve láthatunk példákat, de maga a filter módszer azt gondolom, hogy könnyedén átültethető és használható a diákok számára egy kutatási folyamatban is. Itt látható tehát, így filterezd az információkat, és itt látható, hogy milyen kérdéseket érdemes a diákoknak végigvennie, amikor egy hírt elemeznek, vagy megítélnek, tehát filterezik. Tehát ki a cikk szerzője, van-e hivatkozás forrásokra, szakértőkre, megbízható-e, és megadja ezeket a forrásoknak az elérhetőségét, mikor jelent meg aktuálisan, még logikusan építkezik a szöveg, vagy vannak benne hiányok, szürkefoltok. A tényellenőrzésnél pedig maguk a források, azok megbízhatók-e, vagy elvezetnek minket valamilyen megbízhatatlanabb területre, milyen érzéseket keltenek bennünk, mi a célja ennek a cikknek, mit akar elérni, és nem maradt-e ki valami fontos információ, tehát nincs-e elfogultsága a cikkben. Ezek a kérdések tehát nagyban segítik a diákokat abban, hogy a forrás használat során tudjanak dönteni. Ez lett volna tehát a kutatási szakaszsal foglalkozó videó előadás. Köszönöm szépen a figyelmet, és engedjétek meg, vagy engedjék meg, hogy ajánljam a következőt, amelyben már a differenciálás digitális eszközökkel való támogatásával fogunk foglalkozni. Viszontlátásra!